Mai műsorunk utolsó részében ismerjenek meg egy fiatal és rendkívül tehetséges mezőkövesdi autóversenyzőt. Csirmaz Bruno számos kategóriában ért el kiemelkedő eredményeket. Az ifjú mezőkövesdi tehetség a Mező Ferenc tagiskola tanulója. Bruno alig 12 esztendős, de már számos kiemelkedő eredmény fűződik a nevéhez. A sportoló kvalitásait ékesen bizonyítja, hogy a korosztályos viadalokon elért országos sikerek mellett már a felnőttek mezőnyében versenyez. Mikor kezdtél el foglalkozni az autóversenyzéssel? A go-kart 7 éves koromban kezdtem, a rallycrossot tavaly kezdtem. És mi az, ami megfogott benne? Miért szeretted meg ennyire az autósportot? Hát tetszett a zaj, a zsüngés, meg minden. És hogyha hallhattuk, jó néhány versenyen elindultál már, melyeket emelnéd ki az eddigi pályafutásodból, amelyek számodra a legkedvesebbek és a legjobb eredményeket érted el? Hát a 25-ei Mária Pucs rallycrosson nem értem el jó eredményt, de azt emelném ki, mert egy nagyon jó verseny volt. De a HCK-ba indultam, ott hobbikárt kupa, ott egy harmadik helyezést értem el magyar kupába, és azt is kiemelem. A szülők az első perctől kezdve támogatják, illetve aktívan segítik Bruno törekvéseit és sportolói pályafutását. Hát először ugye gokárttal kezdte a sportot, az egy finomabb változat, és ott is először az amatőr gokártba művelte. Ott hozzászoktunk, hogy nagy sebességgel megy, de aztán láttuk, hogy biztonságos ez a sport, minden feltétel adott, hogy ne történjen nagy baj. Hát a ralliban meg azt mondom, hogy még inkább nagyobb biztonság van, mint a gokártban, az mégis egy zárt, bukócsöves autó, tűzoltó felszereléssel és egyéb biztonsági felszerelésekkel. Én úgy gondolom, hogy nem veszélyesebb ez, mint mondjuk az utcán biciklizni egy gyereknek, csak inkább a szülőnek nehéz ezt látni. Ja, nagyon fontos minden gyermeknek, sőt minden sportolónak, és hát azt hiszem, hogy a technikai sportokban egyébként is tudjuk azt, hogy nagyon fontos, hogy támogassák és mellette álljanak. Itt a család mellett gondolok esetleg olyan tehetősebb szponzorokra is, akik felkarolják. Milyen helyzetben van ebben a tekintetben Bruno? Hál' Istennek egyre jobb. A gokártban nehéz volt szponzorokat is szerezni, mert az nem egy annyira nézett ága az automotorsportnak. Rallycross az gyakorlatilag, én mondhatom, bár én felméréseket erről nem olvastam, de szerintem a legnagyobb nézettségű. Egy-egy ilyen versenyen akár 8-10 ezer ember is nézi a helyszínen, illetve a tévében több csatorna összefoglalót ad róla. Úgyhogy én úgy látom, hogy egyre nagyobb érdeklődés van a szponzorok tekintetében is. Nem aggódom, én úgy látom, hogy menni fog anyagilag is ez a sport. A szülők támogatását jól mutatja, hogy 2009-ben sportegyesületet alapítottak, melyel többek között a korosztályában kiemelkedő Bruno fejlődését és előmenetelét is segítik. A fiatal sportoló tehetségére egyéb iránt a hazai elithez tartozó sportolók és vezetők is felfigyeltek. Óriási fegyvertény, hogy Bruno az egyik legismertebb hazai rally versenyző, az abszolút magyar bajnoki címmel büszkélkedő Spitzmüller Csaba csapatában a népszerű Spicis csapattársaként szerepelhet. A megfelelő felkészülés minden sportágban, így természetesen az autósportban is rendkívül fontos. A versenyekre való felkészülést a régióban található pályákon tartják. Hál' Istennek több pályán is kaptunk olyasfajta támogatást, hogy ingyen pályahasználati díj nélkül tudunk edzeni, illetve az edző is ingyen oktatja őt. Például Máriapócson, Gyöngyösön vannak erre alkalmas pályák itt a közelben, Pesten is, Pest környékén is vannak jó pályák, meg hát eljárunk rallisprintekre, felnőtt kategóriába indul rallisprinten, és azt mint edzésként azokat a versenyeket úgy tudja le, ott is eredményes, gyakorlatilag minden egyes versenyről kupával jött haza. Édesapja bízik benne, hogy Bruno kiemelkedő eredményeket fog elérni a volán mögött. Hát ez sok mindentől függ, ugye anyagiaktól is függ, ő magától is függ, hogy mennyire lesz kitartó, meglátjuk. Remélem, hogy Magyarországon, illetve nemzetközi szinten is komoly eredményeket fog elérni. Az ő edzője szerint, a jelenlegi edzője szerint ő tízszeres magyar bajnok, a Rabócsi Tibi. Ő szeretné, hogyha az Európa bajnoki dobogóra rallycrossba minél hamarabb fel tudna állni.
Csirmaz Bruno nagyon elszánt, és komoly tervei vannak a sportágban a jövőre nézve. Abban az esetben, ha töretlen marad a fejlődése, kétségtelenül nagyon szép jövő előtt áll. Reméljük, hogy a jövőben sokszor hallhatjuk majd a nevét a különböző országos és nemzetközi médiumokban. Zárszóként hallgassák meg, milyen eredményt szeretne elérni a fiatal tehetség pályafutása során. Szeretném elérni a UB-nak a dobogóját, tehát határa csillagos ég.